Sokkolom! Az a helyzet, hogy keresgéltem interneten, sokat ugye nem kell keresgélni, hogy találjunk idiótaságot, és találtunk egy olyan vonaltisztítás, amit még nagyon-nagyon régen, még kőkorban megnéztünk egyszer, és sírtunk a rögéstől, úgyhogy azt mondtam anyának, hogy egyefene, nézzük meg még egyszer. Szóval megnézzük, hogy mi is tudunk-e vonaltisztítást csinálni, és belevágunk a családi bizniszbe. Na nézzük! Matáztól telefonálunk, és vonaltisztítást szeretnénk végezni. Nem értem, honnan teszi telefonát? A Matávtól. Igen? Vonaltisztítást szeretnénk végezni. Ez mit jelent? Azt, hogy a vonalat megtisztítjuk, és ezt úgy kellene csinálni, a rossz idő miatt volt, ezt úgy kellene csinálni, hogy belefújni a telefonba. Még egy erősebbet, mert nem hallottam elég jó hosszan. Már hallja, hogy jobb a vonal egy kicsit? Tessék? Maga szerint egy kicsit jobb a vonal? Jobb. Akkor még egy kicsit, aztán utána még megpróbáljuk. Jó. Szófogadó generáció. És most? Most jobb? Hát ez jó, alig tisztán, alig minden. Akkor jobb, mint volt, nem? Hát de jó, úgy jó, lényegében jó. Meg van elégedve a szolgáltatással? Én meg vagyok, tökéletes. Jó, akkor a csekket küldjük, 30 ezer forint lesz, jó? 30 ezer forint? Hát igen. Hát miért? Mert háromszor fúj vele. Hát ne őrítsen meg, már az Isten lovapaszám. Akkor van egy olyan lehetőség, hogy akkor visszacsináljuk az egészet, ugye jó lesz? Ez biztos, hogy visszacsináljuk az egészet. Akkor azt úgy kellene csinálni, hogy szívni, visszaszívni. Vissza van szívva. Még egyszer. És még egyszer. Még egyszer, mert háromszor volt. Háromszor? Meg van szívva. Na, jó van, akkor köszönjük szépen, akkor semmivé tettük a dolgot. Még ilyen szivatást a világon nem értem. Ki maga? Hát a Matásztól telefonálunk. Köszönöm szépen. Én is, viszont találtam. Viszont. Mit csináljuk? Micsoda? 30 ezer forint? Amiért? Teljesen jó. Nekünk ez egy nagyon jó alapkövünk, mert így ezen el tudunk indulni, úgyhogy mi is belevágunk a családi bizniszbe, telefontisztítás, magas fokon, szóval jó lesz a buli. Lesz a gond, hogy most már nem kábelen jön a telefon. Hát ne ez az. Akkor most mi mit tisztít? Hát nem vonaltisztítást, hanem térerő tisztítást. Szóval csinálunk most már térerő tisztítást, hogyha ti szeretnétek igénybe venni a szolgáltatásunkat, akkor írjátok a videó alá. Mi kedvezményesebben megcsináljuk, ez most a bevezető árunk lesz. Mi egy telefontisztítás megcsinálunk 1000 forintért. Ez a hülyének is megéri, egyértelműen. Úgy... De mivel három a magyar igazság, ezért mi hát is. Persze, meg hát ugye a térerőt, hogy jól mutassa, meg jól hallható legyen. Háromszor kell megcsinálni, úgyhogy az már hirtelen 3000 forint, de még mindig kedvezményesebb, mint a 30 ezer. Visszaszívni nem lehet. Mivel egy térerőben, amit kiengedtél, azt már az már tudod. Kész, az már tiszta lesz utána. Úgyhogy ez a nagy helyzet. Szóval írjátok meg, ha szeretnétek ezt. És lehet beindítjuk. Sőt, több mint valószínű, hogy beindítjuk. Biztos. Jó, hát reméljük. Tök jó kis vállalkozás lesz. Tök jó vállalkozás lesz. Térerő tisztító BT. Haláli. Jó, köszönjük szépen, hogy megnéztétek, nevettünk egy jót, reméljük ti is nevettetek egy jót, legyen szép napotok, és jövünk nem sokára. Addig is. Sokolom! Adtam egy ötöst. Ha ha ha.